A szocializmus 1990-ben nem azért bukott meg, mert Orbán Viktor hazaküldte a ruszkikat 89-ben, hanem mert hülyék vezették az országot. Ezt akik tudják, azok a törzsközönségünk, akik meg nem tudják, vagy akik ebben kételkednek, vagy tagadják, vitatják ezt, azok meg maradjanak velünk, mert ez itt a krokodilagy. Itt vannak vidékről vendégeim, akik viszont nem a előbb említett országvezetésre és általában úgy vezetésre képtelen emberekhez tartoznak, hanem kiváló vezetők a maguk területein, mint például Nagy Nélegény Ildikó a Hajdúságból, Hajdú Nánásról, a Nánási Portékák örök reklámozója és élő marketingje. Gyerkó Gábor Zala megyéből nálatok behavazott elég rendesen. Nálunk igen. Még nem érkezett meg a Balaton felvidékre a hó, de úgy tudom, hogy mire ideértem, Budapesten addigra odaért, viszont nálatok megjött a fehér advent. Igen, reggel vagy délelőtt minden szépen hófehér lett, és nem tudom, lehet, hogy Budapestről kapták kölcsön a hótolókat, mert eléggé akadozva ment a közlekedés, meg kíváncsi leszek, hogy hazafele hogyan megy. De hófehér lett, azért politikailag korrektebbül kellene fogalmazni. Tehát kivilágosodott a táj, vagy valami, kerüljük ezt a heterófehér soviniszta kifejezést, hogy fehér karácsony, meg fehér advent, de ne kerüljük szerintem, meg ne kerüljessük a kását, mert velem szemben most a bölcsek székében, Olá Gergő, és te fogod nem tudom, hogy a krokodil nyelvtanunk van-e még, remélem az még van, de minden esetre te képviseled a történelmet, a Hajdúságot és a Balaton felvidéket egyaránt, hiszen Balaton felvidéken él, de Hajdúságból származik Gergő, őt is ismerik vendégeink. Fogunk beszélgetni nyilván a lemondási ügyről, a Volner ügyről mindenképpen kell, hogy beszéljünk, de ennek kapcsán talán tanulságokat kellene levonnunk és átgondolni, vagy végiggondolni, hogy mi az a különbség, ami jellemzi egy jobboldali konzervatív politikust és azt a társaságot, akik a mai Anonymous felvétel, vagy legutóbbi Anonymous felvételből úgy derül ki, hogy gyakorlatilag külföldi ügynökök akarják megszállni a hazánkat. Erről beszél Anonymous, és hát mi is erről vagy emmentén fogunk beszélgetni. Aztán meghallgatjuk a miniszterelnöknek a válaszát, mert nagyon izgalmas és érdekes volt, amit Schmuck Erzsébetnek, az LMP-s politikus asszonynak válaszolt, és nagyon tanulságos. Idefele a Dugóban egy messenger üzenetváltásban voltam, majd elmondom a maga idején, hogy miről beszéltünk. Nem lesz krokodilkabaré, majd kitalálunk helyette valami mást, de lesz krokodilnóta, lesz krokodilszív, lesz krokodilnyelvtan, reméljük legalábbis, jelen állás szerint még úgy tűnik, hogy lesz, de kezdjük az előfelvezetett témával, azaz a Volner ügye. Lemondott államtitkári posztjáról Volner Pál, illetve 14 nyomozás zajlik a főváros ellen. Megszólalt Budai Gyula. Budai a bejegyzésében megerősítette, hogy a kormánypártok meg fogják szavazni Volner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, mert tisztáznia kell magát az igazságszolgáltatás előtt, és örülnek, hogy ezt ő maga is így érzi, és azonnal lemondott. A baloldalon hasonló esetben a nyomát sem látjuk annak, hogy készek lennének tisztázni a Városháza botrányt, vagy bármelyik másik korrupciós ügyet. Karácsony Gergely hetek óta menekül, miközben mára egyértelmű, hogy a Városházán maffia működik, és a baloldali pártok jutalékos rendszerben árusítják ki a fővárosi ingatlanvagyont a Gyurcsány-Bajnai holdudvarnak, tette hozzá a képviselő. Na hát mindenképpen Budai Gyulának a mondatainél azért álljunk meg, és mielőtt Volner államtitkár úr lemondásáról beszélnénk, előtte azért beszéljük át azt, hogy jellemzi a másik oldalt akkor, amikor valami zavaros ügybe keverednek, és mennyire van igaza a budai országgyűlés képviselőnek. Ilyenkor általában szerintem azt lehetett eddig megfigyelni, hogy próbálják egymást, meg saját magukat menteni, de olyan, hogy valaki lemondana, vagy vállalná a felelősséget, hát én nem emlékszem arra, hogy a bal oldalon ez valaha is megtörtént volna. Míg a jobb oldalon szerintem a múltban is voltak olyan dolgok, hogy kibukod valami, akár gondoljunk a Szájer ügyre, és mi lett a következménye? Egyből vállalta a felelősséget, lemondás, a többi. Tehát valahogy úgy érzem, hogy a bal oldalból ez a gerinc hiányzik, hogy ők ezt megtegyék. Egészen szürreális egyébként, ami a Városháza és úgy általában a főváros ingatlan eladása körül, vagy eladási szándékok körül napvilágra került. Egyszerűen az ember azt gondolná, hogy ezt egy forgatókönyvszerűen megírt történet annyira valószínűtlennek tűnik, és semmilyen következményt nem látok, vagy ti láttok. Nem, és nyilvánvalóan csendben vannak arról az oldalról, tehát hogyha gerincességről beszélünk, vagy nyitottságról, akkor igenis ki kellene állni, ugyanúgy, ahogy a Szájer ügyben tette a jobb oldal, vagy ahogy most nyilatkozott a jobb oldal, erre valamit mondani kell.
az nem lehet, hogy nemzeti vagyonokkal így bánnak, és semmilyen következménye nincs, és még csak lelkismert fordalásuk sincsen emiatt. Hát de igen, de ugyanakkor itt van Csekatka, akinek, aki körül szintén ugye milliárdos korrupciós botrány bontakozik ki, ott van Karácsony Gergő, de róla már gyakorlatilag Ildikó is beszélt, érintetted Lakner Csabára, ha még emlékszünk, Ceglédire. Eszük ágában nincsen bármiféle mea culpát, vagy valamiféle önvádat megfogalmazni. Így van, és alapvetően felelősséget vállalni, ez ilyen egyszerű. Tehát ha valaki vállal egy tisztséget, az jár valamilyen felelősséggel és kötelezettséggel, de ezt előszeretettel elfelejtik azon az oldalon. Én emlékszem, szegény Arnó Csanyira, Isten nyugosztalja, őnek egyszer bekapcsolva maradt a mikrofonja, és annyit szólt, hogy lógni fogtok, és az ülés után már kiállt a kamerák elé, és lemondott a mandátumáról. Mert lehet, hogy csak a matematika órára gondolt, onnan is lógtunk időnként, de nyilván igen. Nem. De... És vállalta a felelősséget azért, hogy egy oda nem illő megjegyzést tett a parlamentben, na most ehhez képest azért Jakab Pétert és a többi bohócot meg lehet nézni, hogy mit enged meg magának mondjuk. De jó, hogy emlékeztettél bennünket Arnold Sándor országgyűlési képviselő jellemre, vagy gerincességére, és nem tudom, menjünk egy kisvárosba, vagy egy faluba. Hogyha, tehát nem, ti is településvezetők vagytok, tehát nem hibátlan a munkánk, döntéseket hozunk, amik időnként nem jók, vagy rosszak. Most van a közmeghallgatások ideje, vagy akár utólag kiderül, hogy nem voltunk ellenkerültekintőek. Akkor nem tudom, egy faluban mi a normális, vagy, illetve tudom, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondoljátok. Mi a normális egy kisvárosban, egy kis közösségben, hogyha az ember úgy látja, hogy nem volt, nem minden döntése, vagy valamelyik döntése, vagy tevékenység. Szerintem ez egy normális emberi magatartás, amikor az ember hibázik, és rákérdeznek, vagy kiderül valami, akkor elmondja, hogy így van tényleg, és akkor próbáljuk korrigálni, vagy megbeszélni a dolgokat, de az nem lehet, hogy szó nélkül hagyjunk olyan cselekedeteket. De nyilvánvalóan az ember hibázik, amikor dolgozik. Aki sokat dolgozik, benne van az esély, hogy többet hibázik. Ez egy emberi tulajdonság, és ezt nem kell szó nélkül hagyni. Itt van Völnernek az ügye. Kiállt, lemondott. Pedig ott még nem tudunk semmit, mert ő ugye azt állítja, hogy becsületesen, tisztességesen látta el az államtitkári felügyeletet, és egy nagyon kemény maffia társaságba nyúlt bele, mert a végrehajtói történet pont arról szól, már bocsáss meg, aztán visszadobom a labdát, de pont arról szól, hogy ez a végrehajtói társaságnak egy jelentős részétől elvette a végrehajtási lehetőségét ez a kormány, mert gyakorlatilag kisemmisztek, kiforgattak lelketlenül embereket, egy maffia működött. Ebben nyúlt bele, hál' Istennek a kormány, és próbál rendet rakni, hogy mi az igazság, azt szerintem nem most fog kiderülni, de ki fog derülni, és innen folytasd kérlek, vagy hát nem akartam. Igen, még azt akartam elmondani, hogy minden ilyen ügynél olyan hangosan kiabál a másik oldal, nyilvánvalóan egyrészt takargatják a saját dolgaikat, másrészt nekem az a fájó ezekben a dolgokban, hogy annyira elfelejtjük az emberi hátterét a dolgoknak, és hogy mit tett mondjuk az adott államtitkár, vagy az adott személy a városért, az országért. Ezek mindig feledésbe merülnek. Egyetlen hibájáért pedig olyan pengelyére állítják, hogy szerintem méltatlan. Hát visszakanyarodva egy vidéki kisvárosi hangulathoz, nem tudom, nálatok van-e olyan szitu, hogy a közmeghallgatáson esetleg fejedre olvasnak tényleg egy rossz döntést, vagy egy nem teljesen tökéletes döntést, hogy erre hogy reagálunk mi egy közösségben? Hát egyrészt ugye, mint választott vezető, nem érthetek mindenhez, de mégis nagyon sok feladattal foglalkozni kell, mint szerintem valamennyiünknek az élet számos területén. Innéltől kezdve a legjobb szándékkal is, de olykor hibázik az ember, és én szándékosan a közmeghallgatásban egy külön kis fejezetet szoktam annak szentelni, hogy ne csak a szépről, a jóról beszéljünk, de jó. Hanem igenis vannak hibák, vagy vannak olyan megoldásra váró feladatok, amikről tudunk, de például nem tudjuk megoldani, és ezzel mindjárt talán ki is van húzva egy méregfog, hogy nem az, hogy hallgatunk a dologról, elmismásoljuk, ahogyan fogalmaztatok, hanem igen, arról is beszélni kell, mert a problémákról beszélni kell, ha valaki hibázik, arról beszélni kell, mert hogyha vállaljuk a felelősséget, elmondjuk a saját álláspontunkat, próbáljuk védeni a magunk igazát, lehet, hogy sokkal könnyebben megérti a lakosság, vagy megértik az adott emberek, hogy jót akart,
De ez annyira így van, Gábor. Ez annyira így van. Nálunk most tényleg 15 év alatt úgy érzem, hogy először történt az, hogy egy fejlesztésnél előrébb tart a szekér, mint a ló, és egy utca nem olyan jól használható, mint korábban. Amúgy se volt egy jól használható utca, de most kicsit rosszabb a csapadékvízelvezetés kapcsán. Az aszfaltozásra még várunk, illetve vannak a pályázat eredmények. És egyszer nem tudtam mit mondani, annyit mondok, hogy hibáztam, vagy nem is az, hogy hibáztam, hanem hogy rendbe fogom hozni, igazatok van, és olyan emberek, akik egyébként a Facebookon beleálltak folyamatosan a hibába, eljöttek a közmeghallgatásra, és személyesen olyan üzeneteket írtak, amiben megköszönik a hozzáállást. Ez nekem egy kicsit adventi vagy karácsonyi ajándék is volt, hogy gyakorlatilag olvastam, hogy miket írtak rólam, meg a munkáról, amikor eljöttek, amikor megbeszéltük, hogy én elmentem hozzájuk, megbeszéltük. Tehát gyakorlatilag a jobboldali politikusoknál én ezt látom, hogy vállalni kell a hibát. Karácsonyék nem vállalnak meg a többiek semmiért sem hibát, csak a gyűlöletet szítják irányunkba. Igen. Igen, ott hazugságot követ, bocsánat. Így van, illetve mindig az kiabál, akinek a házaik, tehát azért mutogatnak a másik oldalra, hogy mögéjük ne nézzen senki, vagyis szeretnék, hogy ne nézzen oda senki, de azt hiszem azért majd áprilisban meg fog ez látszódni. Tehát lesz én is ezt gondolom, és egyébként az annál meg lejjebb nincsen, amikor például Schmuck Erzsébet a parlamentben az LMP frakcióból olyan dolgot olvas a kormányfő szeméről, hogy miért nem ezeket és ezeket az intézkedéseket miért nem 8-10 évvel ezelőtt hozta meg. Hát vajon miért nem? Erről fog szólni az a kis videóbejátszó, amiben megbeszéljük ezt a témát. Önök 2010-ben, 2011-ben már elkezdhették volna visszaadni a 13. havi nyugdíjat, hogyha valóban akarták volna, de nyilván nem akarták, a 13. havi nyugdíjat csak most adják vissza, amikor jövőre választások lesznek. Szeretném a képviselőasszonyt emlékeztetni arra, hogy nem a szándékunk hiányzott. Csak tudja, hogy 2010-ben egy romhalmaz volt. Egy IMF nevű intézménynek az ablája volt a nyakunkban, ha emlékszik rá. És önök fölvitték az államadósságot 80% fölé. És 10% fölött volt a munkanélküliség. És közben a bérek értéke egyfolytában csökkent. Én szívesen emeltem volna az első nap már nem 13., hanem 14. havi nyugdíjat is. De azt fölróni ennek a kormánynak, hogy 2010-11-ben, amikor az önök által fölgyújtott falut vagy várost kellett oltani, hogy már akkor nem azon gondolkodott, hogy adhatna többet, hanem a válság és a tűzvész eloltásával foglalkozott, ezt fölhánytorgatni nekünk, tisztelt képviselőasszony, egész egyszerűen nem fair. Mi a nyugdíjasokkal megállapodást kötöttünk, be is fogjuk tartani. A nemzeti kormány és a nyugdíjasok kapcsolatára az a régi állítás az igaz, pontos elszámolás, hosszú barátság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye, ha valaki még nem tudná, arról van szó, hogy 5%-os nyugdíjemelés következik, illetve a 13. havi nyugdíj is megérkezik 2022 év elején a nyugdíjasok időskorúak számlájára. Schmuck Erzsébet meg számon kéri a miniszterelnököt, a kormányt, hogy miért most és miért hogy. Tényleg hogy? Tehát hogy gondolja ezt? Nem tudom, miért nem kérik számon Orbán Viktort, hogy most miért esik a hó, és miért nem lehet közlekedni? Vagy... Tehát... Hát igazából a számonkérés ugye arról, vagy a számonkérés arra irányult, hogy arra azt sugallja ez a hölgy ott a LMP frakcióban, hogy ezt választási fogásként csinálja a miniszterelnök. Ha akarták volna, 11-be nyugdíjat emelhettek volna. Ember. Tehát mire játszik? A választói memóriára? Mert arra, valószínűleg arra. Ahogy elmondta Orbán Viktor is a válaszában, tényleg egy romokban lévő országot adóssághegyekkel a nyakunkban kellett úgymond szinte megmenteni, újjáépíteni, eltüntetni az adósságot, beindítani a gazdaságot, hogy legyen teljesítmény, legyen miből adni. A Schmuckféle demagógia arra gyúr rá, hogy erre már nem emlékeznek az emberek, és ebben van igazsága a Schmucknak, nem a tényben, igen, hanem arra, hogy erre gyúrnak, hogy ez egy gonosz dolog. Ezért kell emlékeztetni az embereket, hogy anno mi volt, hogy hogyan vette át a Fidesz 10-ben az országot, hogy mennyi mindent kellett neki megoldani, hogy azóta 1 millió emberrel többen dolgoznak, és folyamatosan jönnek a fejlesztések, az újabb munkahelyek. Tehát megint kerestek valamit, hogy megtámadhassák a Fideszt, ez egy általános baloldali technika, de olyan ér, ami nem jogos. Tehát... Itt röviden a nyugdíjas bér, illetve nyugdíjemelésről és a 13. havi nyugdíjról, úgy általában az időzítésről, mint gondoltok, nyilván vannak idős szülők, vagy nagyszülők, vagy rokonok, barátok a családban. Hát azért maradjunk abban, hogy annyira volt kampányfogás, hogy 4 év alatt építette vissza, tehát nem tudom, miről beszélünk.
Mert ugye mindig egy-egy heti részletet, tehát először egy hetit, két hetit, három hetit, és most fognak egész amit kapni. Volt egy heti, de be volt ütemezve, tehát nem kitalálta 2010-ben, hogy 22-ben majd a választások előtt ezt meg kéne csinálni, és egyébként vissza lehet keresni a 2010-es gazdasági programot, abban ugyanúgy benne volt, és azóta is folyamatosan megy az, hogy legalább a reál értékét megőrizzék a nyugdíjaknak, tehát mindig infláció mértékkel legalább hát emelik minden évben. Történt. Hát ez hihetetlen egyébként, hogy falusi bunkós útjólétedre ezt így el tudod mondani, mert hogy Márki Zaj Péter szerint egyébként falusi ember nem látja át így a világot. Hogy is van ez? Fel kellene világosítani a falusi, tudatlan embereket. Erről beszélt a baloldal miniszterelnök jelöltje vasárnap a közösségi oldalán. Márki-Zay Péter szerint 2018-ban a baloldal azért bukta el a választásokat, mert nem magyarázták el a falusi tudatlanoknak, hogy a kormánypártok hozzák be a bevándorlókat, számolt be az M1 híradója. Ha a pesti, belpesti liberálisoknak az érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy 18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi, egyszerű, tudatlan embereket arról, hogy ki hozza be a migránsokat, mondta közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Az Origó szerint a baloldal miniszterelnök jelöltje minden hétvégén kiválaszt egy társadalmi csoportot, amelyet aztán végig sért. Na hát a smugféle demagógiára az urak reagáltak, úgyhogy a Márki-Zay féle heti sértegetésre, menetrend szerint érkező heti sértegetésre, Ildikó, hát egy nemes hölgyhöz illő válaszát várjuk. Igyekszem. Én teljesen le vagyok döbbenve azon a stíluson, amit Márki-Zay képvisel. Nem tudom, hogy mit vár ettől, vagy hogy ez tényleg ennyire őszintén jön belőle, de egyszerűen nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki már őt komolyan tudná venni. Van. Mondom, messengereztem idefele, viszonylag értelmes jobboldali családból származóval, aki egyszerűen Orbán fóbiás. Jó, hát majd elmondom a műsor végén, hogy erre mi a megoldás, de van nyitottság, Ildikó, erre van nyitottság, erre a Dumára. De arra a Dumára, hogy embereket hülyéz le, vagy emberekről robotként beszél, akiket csak trágyával etetnek, meg sötétben tartanak. Várj, az gomba, a gombát. Igen, de értem, hogy mire van. De, tehát, hogy így megnyilvánulni emberekről, és közben meg folyamatosan arról beszélni, hogy a migráció jó, meg... De nem lehet, hogy arra gyúrnak a Márki-Zayék, hogy el fogják veszteni a 2022-es választást, és már eleve adják a válaszokat és a dumákat, hogy bunkó hülye vidékiek, mert tudják, hogy a vidékiek nem fognak Budapest módon viselkedni a választás témában, és már eleve tolják ezt a mantrát, hogy majd ránk, megint, hogy ketté osszák az országot, hogy ránk haragudjanak a fővárosi muciológusok meg értelmiségiek. Hát lehet, hogy ez is egy taktikának a része, hogy a vidék az mindig inkább jobb oldalra húzott, és ha ez most is így lesz, akkor nem tudnak kormányt váltani, amit annyira szeretnének, hát akkor megint felelőst kell találni. Ki a felelős? Budapestnek mutatják, hogy bezzeg a vidékiek, igen, és akkor picit próbálják kelteni a feszültséget Budapest és vidék között. Igen, és egyébként az még tagadhatatlan, hogy azért erre ráerősít a kormány, tehát a vidéket erősíti, Magyar Falu Program, vidéki beruházások, jól teszi, hiszen ez egy nagyon erős bástya, amit erősíteni kell, ahol meg kell tartani a munkahelyeket, mert hogy a vidék nem csak az élelmiszerellátásban, hanem az energiaellátásban is jelentős szerepet tölt be Magyarországon. A mátrai erőművet a baloldal annak idején külföldi kézre juttatta, most pedig bezárná. A baloldal miniszterelnök jelöltje azt nyilatkozta, hogy az erőművet egyáltalán nem éri meg fenntartani, és az itt dolgozó több ezer embernek máshol kell munkát találni. Ez a teljesen felelőtlen és érzéketlen álláspont egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy Magyarország biztonságos energia ellátásához nélkülözhetetlen a mátrai erőmű működése és az itt dolgozók megfeszített munkája. A kormány számára a mátrai erőmű stratégiai fontosságú. Ezért került újra állami kézbe, és ezért valósulhat meg teljes modernizációja a következő években. A kormány legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az energiaellátás folyamatossága és a munkahelyek megőrzése érdekében 42 milliárd forintot juttat hazai forrásból a mátrai erőműnek. A magyar emberek, háztartások energiaellátása, az erőmű és az itt dolgozók munkahelye
biztonságban van, és biztonságban is marad. A baloldal miniszterelnök jelöltjének pedig azt üzenjük, hogy el a kezekkel a mátrai erőműtől. Szerintem egyértelmű, amit elmondott Horváth László képviselő, inkább mi is üzenjünk a baloldal miniszterelnök jelöltjének, hogy mitől el a kezekkel még a mátrai erőművön kívül, mert nyilván nagyon sok mindenre rá akarják tenni a kezüket. Hát gyakorlatilag mindentől. És akkor így megvagyunk, mert ugye az energiaszektor, a bankszektor, a saját pénzünk, tehát az emberek pénze. Az ingatlanok. Az ingatlanok, minden. El a kezekkel a fővárosi ingatlanoktól. Is. Igen. El a kezekkel Magyarországtól. A magyar értékektől. Így van. Itt a fővárosi ingatlanok között vannak olyan ingatlanok, amik vidéken vannak, idős otthon, akkor a Józsefváros, ha jól emlékszem, a Balatonparti ingatlan. Tehát ezek így szépen mennek el. De tényleg így felidéznék egy-két céget, Strabag, Szütelszki és társait, akik gyakorlatilag nem beszél az energiaszolgáltatástól, gyakorlatilag leuralták ezt az országot, amikor a Komcsik kormányoztak. Igen, folyamatos külföldi beruházások voltak, most pedig vannak ütőképes magyar vállalatok, akik akár olcsóbban is meg tudják csinálni az adott beruházást. Hidak, utak, rengeteg meg példa van most. Nincs akkor a kitettségünk. A biztonság, önellátás, minden, ami... Nagy tőkések felé, tehát az energiaellátás. Csinálja, akkor itt marad a nyereség is. Így van, meg ide adózik mondjuk. Meg mondjuk a szolgáltatás is számunk érhető, mert azért nem tudom, a francia EON-nal próbált-e már valaki ügyködni bármit is. Düsseldorf, de egyébként tök mindegy. De hát a maradékhajam is kihullik, mire ott egy... Tehát ilyen nonsens, hogy kiküldi negyed évre előre a csekket, és ha februárban, januárit fizetted be, akkor nem fizetted be. És akkor ezt nem tudod elintézni, hogy ugyanazt az összeget tartunk. Abban nagyjából megalapodhatunk, hogy ez nagyon jó mondat, hogy el a kezekkel Magyarországtól, el a kezekkel mindazoktól, az értékektől és gazdasági eredménytől, teljesítménytől, amit elmúlt 10-11-12 évben elértünk közösen mi magyarok ebben a hazában, itt a Kárpát-medencében, és el a kezekkel a távkapcsolótól is, mert a második részben is visszavárjuk Önöket. Sziasztok, jó estét, ez itt továbbra is a Krokodilagy, továbbra is az a célunk, hogy közelebb hozzuk a vidékhez a fővárost, a fővároshoz meg a vidéket, mert hogy valljuk, hogy közös a hazánk. Átkelünk az M0-ás vízválasztón és megbeszéljük a dolgokat gurulós bőröndű, jobbágy lelkű, krokodilagyú vendégeinkkel. Ugye sokszor megkérdezik, hogy mik ezek a címkék, miért pont krokodilagy? Hát ugye ezekkel a címkékkel minősíti a balliberális értelmiség a vidéki gondolkozó embereket, például Nagyné Legény Ildikót Hajdunánásról, például Olá Gergőt Hajdunánásról, meg Balatonfelvidékről, meg éppen ahol katonai szolgálatot tölt be, illetve Gyerkó Gábort Zala megyéből, Egervárból. Ti is megkapjátok ezeket a címkéket. De ebben a második részben most beszélgetünk egy picit a kutyatartás, kutyamenhelyek helyzetéről, nem ellenük, hanem kicsit összehasonlítjuk, hogy mik a gyermek intézmények mennyi támogatást kapnak a magánemberektől, szemben a utcára kitett kutyák igencsak szintén fontos intézményétől, de a kettő között van különbség. Beszélgetünk a jobboldali milliárdosokról, meghallgatjuk, hogy Ferenc pápa mit mondott Európáról, és természetesen lesz krokodil nyelvtan és krokodil nóta is. De kezdjük az első témánkkal, az állatmenhelyek, illetve a gyermekintézmények. Körülbelül kétszer annyian támogatják az állatmenhelyeket, mint a gyermekotthonokat Magyarországon. Derül ki egy reprezentatív országos kutatásból, amelyet a magyarországi adományozási kedvről készítettek az egyik legnagyobb mobil szolgáltató felkérésére. Nyilván nem az állatmenhelyektől sajnálom az oda eljuttatott pénzadományt, vagy száraz kutyatápot, vagy nem tudom én mit, amivel támogatják az emberek ezeket a menhelyeket, hanem inkább a társadalmi jelenségről beszélünk egy picit. Ezt mennyire lehet vidéken is általános szerintetek, illetve mennyire szól a nagyvárosi emberek, panellakótelepek elmagányosodott, magányosan élő embereiről? Úgy általában miről szól ez a tény, hogy kétszer annyi támogatást adnak az emberek állatmenhelyeknek, mint a gyermekintézményeknek? Szerintem nem kell itt különbséget tenni főváros és vidék között, ez egy jelenség, és jelen van egyre inkább mindenhol. És itt
valahol egy kicsit a felelős állattartás, felelős gondolkodással kellene kezdeni, hogy akkor, amikor ennyi nem kívánt szaporulat van, vagy akkor, amikor átveszi mondjuk egy személynél a gyermekkérdést, vagy a társkérdést egy állat, akkor nem biztos, hogy jó az az irány. És nem megbántva azokat az állattartókat, akik nagyon szeretik a kutyájukat, macskájukat, egyéb állataikat, csak valahol egy olyan egyensúlyt kellene találni, ami nem megy a személyes egzisztenciánk rovására. Meg picit ilyen családpotlék, gyermekpotlék sokszor az esetben. Igen, sokszor az. Sokszor az, és addig, amíg állatmenhelyeket érzi úgy az ember, hogy támogatni kell, mert látjuk, hogy rengeteg kutya van egy állatmenhelyen, de egy picit mögé kellene nézni, hogy nincs mögött egy felelős gondolkodás, egy felelős állattartás, hogy ne a végtelenségig szaporodjanak ezek az állatok. Igen, és azt hiszem, hogy megint a felelős gondolkodás, tehát ez a nem kell minden húsvétra nyulat venni. Igen. A gyereknek, mert utána, két hét után ugye azért hajlamos megunni, vagy kis kutyát, így van. Tehát azt gondolom, hogy egyedül maradó, tehát idős embernek, ha van egy kutya vagy macska társa, az szerintem az rendben van, és ő ott felelősen azt az egy állatot szereti és ellátja. Ez így rendben is van. Én azt gondolom, hogy társa ott neki, meg társa, igen. Magányban fel. Így de van. Azért de való rávilágít a dolog a magányos igen. emberek igen. helyzetére. Így van, és azt gondolom, hogy ez talán azért faluhelyen kevésbé van így, mert ott kisebb a közösség és összetartóbbak az emberek. Meg én azt érzékelem, hogy öntudatlanul is, hogyha valaki úgy elmagányosodik, akkor arra azért jobban odafigyelnek. Tehát a falu is, a közösség úgy ránéznek, jobban érdeklődőbbek. Ami probléma az, hogy ahol a gyereket pótolja, tehát a 20-30 szingli vagyok, mert ez jó nekem című mutatvány, és akkor... Önző embernek egy picit igen, és akkor... Azért ő is érzi valahol, hogy valamire szüksége van otthon. Igen, meg az ember alapvetően társas lény, tehát ahogy Áronzon is beugrik. Mondta. Így van, és azért... Meg van ez mögött egy picit ilyen ember nem gyűlölet, de nagyon sokszor olvasunk embereket, hogy emberekről ingerülten, indulatosan vagy egészen gyűlölettel nyilvánulnak meg, de közben kiskutyák meg fontosak nekik. Tehát, hogy valahol egy olyan irányban tart a világ, és ez szerintem egy nagyvárosi jelenség, de vidéken is tetten érhető, hogy egymást utáljuk, egymást gyűlöljük, erre játszik rá az ellenzék is, de közben a kiskutya meg a kóborkutya fontos, de a szomszéd már nem annyira fontos, mint az, hogy a lelkiismeretét megnyugtassa 10 kiló kutyatáppal, amit eljutott. Szerintem az egész abból adódik, hogy manapság picit az emberek kezdenek bezárkózni. Régen eljártak, most mondom, a fonóba a tollat fosztani, vagy csak mondjuk a kocsmában még nem volt ez a nagy internetezés, ez a nagy média, ami ráömlik az emberekre, addig közösségek voltak, összejártak az emberek. Azért most mindenki otthon van, vannak, de csökkenő számban vannak, én úgy veszem észre, mint vidéken, mint a városokban, és az emberek, hogy társas kapcsolataik legyenek, ezt állatokkal, kutyákkal, macskákkal vagy egyéb állatokkal pótolják, és innentől kezdve szociálisan érzékenyebbek, ha állattémákról van szó. Lásd állatkínzások, ugye, és az országosan is megfigyelhető, ugye változott az állattartási törvény, tehát nagyobb büntetési tételek is járnak állatkínzásokért, tehát ez egy ilyen társadalmi jelenségnek fogható föl. Én nem bánom, hogy az állatmenhelyek sok pénzt kapnak, de jobban örülnék, ha jobban egy kiegyenlített arány lenne, hogy azért a gyerek otthonok is kapjanak pénzt, mert az is nagyon fontos. Nagyon fontos, igen, az ott növekvő gyerekek, illetve az ott nevelt gyerekekből minél jobb körülmények között legyenek, és minél egészségesebb, minél hasznosabb tagjai legyenek a nemzetünk közösségének. Fordítsuk át Gábor mondata egy pozitív mondatokká, tehát alakítsanak közösségeket, vagy keressenek közösségeket az emberek. Nagyvárosokban is lehet találni, falun meg valószínű mindenütt van, ha nincs, akkor meg létre kell hozni egy jó daládát, vagy egy néptáncsoport, vagy bármit, egy jó kis ultipartis társaságot, ahol együtt vagyunk, mert vannak jó dolgok, és erről szól a krokodilszív a jobboldali milliárdosokról. Tiborcz István fizethette ki a koronavírusban elhunyt mentős családjának hitelét. Nemrég koronavírusban halt meg egy 3 gyermekes Mórahalmi mentős, Hatvani Balázs. A mentőautó sofőrként dolgozó férfi családjának gyűjtést is szerveztek. Határon innen és túl 3 millió forint gyűlt össze. A rádió egy műsorában is elmesélt sztori hallatán egy neve elhallgatását kérő üzletember a gyászoló család egész hitelállományát magára vállalta.
Gera Zsolt, a Mórahalmi mentőállomás vezetője Facebook oldalán emlékezett meg elhunyt kollégájáról, és egyben adománygyűjtésre buzdította ismerőseit, hogy a bajban lévő feleségnek és gyerekeknek segíteni tudjanak. A kezdeményezés országos méretűvé duzzadt, és sok segítő szándékú embert sarkalt cselekvésre. Gera Zsolt hétfőn délután tette közzé közösségi oldalán, hogy egy neve elhallgatását kérő üzletember is jelentkezett, aki azt szerette volna, ha az összegyűlt adomány megmarad a családnak, ezért a hitel teljes összegét magára vállalta. Meg nem erősített információik szerint Tibor István az a vállalkozó, aki, amint meghallotta a szívbe markoló történetet, azonnal lépett. Közben hallom a stúdióban is, hogy nem Tibor, hanem Tibor István. Nyilván nem róla szeretnénk, nem nyalizni szeretnénk. Nem erről szól ez a bejátszás, hanem arról, hogy vannak jó példák. Vannak jó példák, és én úgy kerestem, hogy a baloldali milliárdosok, akik azért a milliárdosok 90%-a Magyarországon baloldali bekötésű, baloldali érzelmű, a Márki-Zay éttermi találkozókon kívül mi a fenét támogatnak, vagy legyünk pozitívak, mi a véleményetek ezekről a jelenségek, hiszen nem csak kutyákat, macskákat, hanem embereket is támogatnak. Itt most nevesítve is van, hogy kik. Így van, én azt gondolom, hogy ezekre mindig szükség van, és tényleg, ahogy a Királyi TV-n is karácsonykor adni jó, jónak lenni jó és adni jó. Én azt gondolom, hogy ez az egésznek az üzenete, és talán ezért nem is megy át a másik oldalon, mert ők elvenni szeretnek, meg elrakni, ők adni nem. Igen, tehát nincsenek, meccén, egyszerűen a Váci kanonok úr mondta, hogy mi a különbség a milliárdos és a meccénes között. A meccénes az ad abból, amit megkapott, megszerzett, felépített, mert tudja, hogy nem magának köszönheti, hanem a körülményeknek, a kapcsolatoknak, akár a Jóistennek, ha úgy jött ki a lépés, vagy a sorsnak, teljesen mindegy, hogy mit, nem mindegy, de így is úgy is lehet fogalmazni. Ellentétben a milliárdossal, aki csak magára gondol, meg arra, hogy hogyan tud visszakapaszkodni a hatalomba az a társaság, akiket ő támogat. Igen. Én sem látok magam körül olyan baloldali milliárdost, aki túlzottan adakozna, vagy adakozó szellemű lenne, sőt. Azért fájó dolog ez szerintem, mert felépítettek például, itt van a Mészáros Lőrinc példája, felépítettek egy ilyen, majdnem, hogy már egy mészáros fóbiát, sőt azt. Egy mumust csináltak. Egy mumust, igen, csináltak belőle egy mumust. És Ildikó, meg is nézzük a bejátszót ezzel kapcsolatban, és innen folytasd, kérlek. Rászorulóknak segít, nem hazug politikusoknak, mint Bige. 10 000 élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros csoport a karácsonyi időszakban 50 millió forint értékben. Mészáros Lőrinc a jótékonysági lista vezetője. Mészáros Lőrinc amellett, hogy 25 000 embernek ad munkát, a magánvagyonából, valamint a Mészáros csoporton keresztül is adakozik. Magánadományai 2021-ben elérték az 1,4 milliárd forintot, az elmúlt 5 évben pedig az 5,1 milliárd forintot. Lehet lőlőzni, de az vesse rá az első követ, aki nála többet adományoz. Ildikó, belét folytottam ezzel a bejátszóval a szót, de csak aláttám azt, hogy szerettem volna a gondolataidat. Igen, de tökéletesen össze lett foglalva, amit én is mondani akartam. Szóval csak arra akartam, hogy ez megint ilyen kiabálás, hogy is felépítettek tényleg egy mumust vagy mumusokat a jobboldali tehetős emberek körében, de nyilván arról soha nem szól a fáma, hogy kinek segítettek és mennyit segítettek. Az én településemen is, ahol én élek, ott is tudok olyan családot, akinek Mészáros Lőrinc segített nagyon sokat. A Mészáros csoport, mondjuk gyakorlatilag egy cégcsoport. Nézőink láthatják is ezeket, 70 tonnányi élelmiszer, 8 millió forint inkubátorra, 50 millió forint a Szent János Kórháznak, szóval lehetne sorolni a témákat. Igen, például a legutóbb, amikor mentőautóval megérkezett, nem tudom, hogy 50 millió forintos mentőautót rakott össze és ajánlott föl a csoport valamelyik kórháznak, tehát Ez hiányzik a bal oldalról. Én is gondolkodtam, hogy mikor jelent meg a médiában, akár a független objektív sajtóban, hogy valamelyik baloldali milliárdos jótékonykodott, segített valamit, tehát nem mindig csak a saját hasznukat, vagy a párt közeli hasznukat hajtják, hanem hogy picit gondolnak azokra, akik Magyarországon élnek, bajba vannak, és rászorulnak a segítségre. A jobb oldalon ez valahogyan mindig azért
olykor, olykor, nem olykor, hanem része a jobboldali gondolkodásnak. Hát, igen, ez a keresztény alapokon nyugszik, igen. Ez ilyen egyszerű, de hát ugye ők már abban az irányba mennek, hogy karácsony sincs, meg semmi sincs, igen. Mármint nem a Gergely, ja, maga az ünnep. Innentől kezdve minek ajándékozni, meg adni. De már akkor is sokat elértünk szerintem, hogyha mindenki, aki nézi ezt a műsort, vagy hallja a szavainkat, csak egy kicsit maga körül szétnéz, hogy... Mit tud segíteni? Mit tud segíteni, meg mit látott, kik adakoztak körülötte, és szerintem nagyon sok mindenre rá tud világítani. Tök jó lenne erről folyni egyébként a verseny, hogy nem csak arról, hogy egymást hogy anyázzák a különböző politikai erők, hanem a politikai mecenatúrák hogyan tudnak többet, jobbat, és konkrét értelmes célokat, családokat, rászorulókat, egészségügyi intézményeket segíteni. Erről, ezzel kapcsolatban is versenyezhetnének a Mészárosok és Bigék, Tiborcok és hagyd ne soroljam föl a 90% baloldali milliárdos. Viszont tudom, hogy erre mi lesz a kontra, hogy annak meg miért nem. Tehát ha minden család 1 milliót kapna, akkor az lenne a baj, hogy miért nem 1 millió 2-t, vagy a szomszéd is miért kapott 1 milliót. Tehát nem tudsz nekik olyat csinálni, amire tényleg azt mondják, hogy ez korrekt és jó. Tehát ha leírsz egy mondatot, hogy Mészáros 5,4 milliárd forintot adományozott az elmúlt 4 évben, akkor nem azt mondják, hogy gratulálok. Ilyen soha nem lesz, hanem miért nem 5,8-at például. Másik kontra, aki nincs érintve, az megint, hogy én meg miért nem kaptam. A másik kontra egyébként, ez az irigység kontra, és utaltál Gábor, hogy én meg miért nem kaptam. Tehát azért ezt vegyük tudomásul meg, ne legyünk naívak. Mecenatúra, média, milliárdosok nélkül nincs 21. századi közélet. Tehát aki azt gondolja, hogy a Jézus Krisztus itt tökéletes társadalmat majd a Földön megvalósítja valaki, és ezt várja a politikától, az baromi nagyot fog csalódni az élete mind a 70-80 vagy 90 évében, mert ilyen nincs. Tehát ez így működik, és nagyon fontos, 90-ben gyakorlatilag nem volt ilyen mecenatúra, csak idegenek vagy idegen szívűek voltak, hát létrejött, úgyhogy tessék ebbe belenyugodni, és azért, hogyha már egy karácsony, meg advent, meg a keresztény gyökerek szóba kerültek, akkor nézzük is meg, hogy erről a világról, ezen belül Európáról, hogy beszél a Szent Atya, mire figyelmeztet bennünket. A ciprusi újságíró az Európai Unió dokumentumára kérdezett rá, amelyben a gender semlegesség és a diszkrimináció elkerülése érdekében azt javasolják, hogy töröljék el a karácsony kifejezést, valamint József és Mária nevét is kerüljék. Ferenc pápa kifejtette, ez anakronizmus. A történelemben sok diktatúra megpróbálta ezt. A történelem azonban bebizonyította, hogy nem működik. Az Európai Uniónak ezzel szemben az alapító atyák eszméit kell követnie, és óvakodni attól, hogy beengedjék az ideológiai gyarmatosítást. Ez ugyanis megoszthatná a tagállamokat, és az unió felbomlásához vezethet. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania valamennyi tagország belső felépítését, különbözőségét, nem pedig egyenlővé szabni őket. Tietek a labda. Miért is kérdés ez, hogy egy nemzet karácsonyt ünnepel, vagy miért kell ebbe egyáltalán beleállni? Tehát szerintem teljesen abszurd az egész. Nyilvánvalóan nem szólhat másról a dolog, csak ez nem illik bele abba az európai gyarmat képbe, amit nagyon sokan meg akarnak, amit a baloldal megpróbál megvalósítani. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha ők annyira nagyon-nagyon-nagyon elfogadóak, akkor miért nem tudják azt elfogadni, hogy mi ezt így szeretjük? Nem arról beszél egyébként Ferenc pápa, amit egyébként Schumann, az Európai Unió, vagy az Európai Egyesülés egyik ős atya, vagy megálmodója megfogalmazott, és amit egyébként miniszterelnök úr is idézett az Európai Parlamentben, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy egyszerűen nem lesz. Tehát nem lesz Európa, hogyha elfelejtjük a gyökereinket, hogyha kiiktatjuk, vagy hagyjuk, hogy kiírtsák a gyökereinket erről a földrészről. És ezért kell vigyázni a nemzetekre is. Külön-külön, egységes, erős nemzeteknek a szövetségének kell lenni, nem pedig elmosva határokat és mindeneket. Nyilván van olyan értelem, amikor nem kell a határt használni, adó és egyéb, tehát gazdasági övezetként lehet használni az Európai Uniót, de egyébként egy szövetségnek kell lenni, és mindenkinek meg kell őrizni a saját alapjait. Arról beszélsz, hogy melyik két erő ütközik Magyarországon. Van az idegen szívűek összefogása, vagy én nem tudom micsoda, akik nyíltan elmondják, hogy Európai Egyesült Államokat akarnak. És vannak a V4-ek, vannak a normális nyugaton is normálisan gondolkodók, akik meg azt mondják, hogy mi pedig nemzetek Európáját akarunk, mert csak ennek van jövője.
Vagy csak ennek van jövője? Ha igen, akkor miért csak ennek van? Hát ennek szerintem nincs jövője. De én látom, most hogy... a Nemzetek Európájára gondoltam, hogy csak ja, ennek igen, van az jövője. Egységes vagy Európa vagy Európai Egyesült Államok. Igen, tehát meg kell hagyni minden országnak a maga szuverenitását, de én úgy látom, hogy európai szinten baloldali kezdeményezés sem megy egy magas fokú gyengítés, hogy magát egész Európát gyengítsék, nem hiába ösztönzik, hogy akkor a muszlim hátterű bevándorlókat idehozni, hogy akkor ne legyen egy egységes keresztény Európa, hanem gyengíteni, mert a magasabb rendű főnökeiknek ez az érdekük, hogy Európát gyengítsék, hiszen ott van Amerika, ott vannak a kínai nagyhatalmak, tehát ez már picit sok, hogyha Európa is túl erős, el kell nyomni, ide kell erőltetni mindent és eltörölni. Létezik-e egyáltalán olyan Európa, aminek nem a keresztény gyökerek az alapja, és az azt jelenti, hogy most mindenki hívő keresztény, hanem hogy ez az értékrendszer az alapja. Hosszú távon biztos, hogy nem tud létezni gyökerek nélkül. Abszolút. És ez már számtalan alkalommal bebizonyosodott, tehát voltak itt azért ideológiák, amik próbálták eltörölni ezeket, de ahogy a Szent Atya is mondta, meg lehet próbálni, de nem fog menni, és anélkül meg nincs. Tehát gyökerek nélkül nem lehet létezni. Hát minden esetre az ellenzék vezető szereplői, például Dobrev Klára mindenképpen Európai Egyesült Államokat akarnak, ezt nem is rejtik véka alá, erről nyíltan beszélnek, erről jut eszembe a krokodil nyelvtan. Tudjátok, mit jelent a csoroszja kifejezés? Valahogy ez... ideillik. Nem volt szép, hogy Dobrev Klárával vezetted fel. Azzal vezettem volna fel? Bizony. Bocs, ez véletlen volt. Oké, akkor egy. De mi ez a csoroszja? Valaki utána nézett, mert nincsen Cservenyák, nincsen Györfi. Én utána néztem, megmondom őszintén, nem tudom, hogy... Egy abszolút vidéki falusi. Azért utána nézést is tudjuk. Agrárszak emberek előnyben. Én nem tudtam, megmondom őszintén, hogy mit jelent maga az, hogy csoroszja. Azt, hogy vén csoroszja, azt a kifejezést, azt ismerem, tudom. Vagy maga? Hát, igen, látszik, hogy nem nagy földművelés háttérrel elkezem. De igen, az eke vas előtt lévő függőleges fém, ami megakadályozza, hogy a földbe lévő kemény tárgyak kárt tegyenek az ekében, és kicsorbítsák azt. Hát, eset. Innen van egyébként egy csomó szólásmondásunk, ami az egyik a vén csorosznya is, ami gyakorlatilag használhatatlan, tehát most már lejárt az ideje, hagyjuk már, és én nagyon bízom benne, hogy az Európai Egyesült Államok ideájának, gondolatának, hagymázas rémálmának is le fog járni előbb-utóbb az ideje. Mindenképpen ezt támasztja alá az az összefogás, amit a vénények, és hávazd meg... Mindenképpen ezt támasztja össze az az összefogás, amit a V4-ek elhatároztak, és aminek jegyében találkoznak, például Macronnal is. December 13-án Magyarországra látogat Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök, és csúcstalálkozón vesz részt a visegrádi országok miniszterelnökeivel. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár kedden. A jövő hétfői program tervezete szerint a francia államfő kétoldalú megbeszélést folytat Áder János köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezt követően a Várkert bazár épületében a V4-ek kormányfői egyeztetnek egymással, majd csatlakozik hozzájuk a francia elnök. A V4 Franciaország csúcs találkozó után közös nemzetközi sajtótájékoztatót tartanak, és a program munkavacsorával zárul, mondta Havasi Bertalan. Piszkosul el van határolódva a miniszterelnök, nem? Mi a tétje, mi a lényege? Mit várhatunk ettől a találkozótól? Én úgy látom, hogy most már számos európai vezető látja, hogy a V4-ek megkerülhetetlen erővé váltak Európába, és hogy igen, Orbán Viktor is úgy látszik ennyire parkolópályán van, és hogy azért csak egy francia köztársasági elnök találkozik vele. Segítheti-e azt a tervet, hogy ne legyen Európai Egyesült Államok, hogyha V4-ek és a francia elnök találkoznak? Nyilván, hogyha a V4-eket megnézzük, akkor meghagyják a nemzeti szuverenitásukat, és a közös erőt felhasználva próbálják a gazdasági fellendülést, és ez egy olyan erőt ad nemzetközi szinten is, ami megkerülhetetlenné teszi így Magyarországot is, és a V4-eket is. Gergő, van három szavad még. Egységben az erő. Hát egységben is, maradjunk is egységben, mi jobboldali, vagy vidéki, vagy konzervatív gondolkodású magyarok, és arra biztatjuk
nézőinket, hogyha Orbán fóbia lenne, akkor maradjanak egységben, meg keressék föl konzervatív patikusokat, jobboldali háziorvosokat, ez a legjobb gyógyszer, higgyék el. Búcsúzunk önöktől, nem csak önöktől búcsúzunk, hanem búcsúzunk egy legendás zenésztől is a Krokodil nótában, illetve arra kérjük önöket, hogy oltassák be magukat, hogy ne kelljen búcsúzniuk szeretteiktől. Smash it!